Hatalmas köszönet önnek, Dmitrij Medvegyev, orosz kormányfő. Megtiszteltetés számomra, hogy közösen emlékezik meg velünk Belgrád felszabadításáról, kezdte beszédét Alekszandár Vučić. A szerb államfő a sajtótájékoztatón egyebek mellett a két ország gazdasági együttműködéséről is beszélt, amelynek mutatói folyamatos növekedést produkálnak. Vučić bízik benne, hogy ehhez majd a szerb vinyak kivitele is hozzájárul, amely reményei szerint finomabb lesz, mint a francia konyak. Naša trgovinska razmena iz godine u godinu raste i 2018. godine dostigla 3 milijarde 60 miliona dolara, dakle što je za 18,6% više nego 2017. godine kada smo imali 2 milijarde i 580 miliona dolara. U svim sferama naša trgovinska razmena raste. Dmitrij Medvegyev beszédében szintén kitért a két ország közötti gazdasági együttműködésre, amelynek egyik legfontosabb része a jelenleg is épülő új gázvezeték. Alekszandár Vučić és Dmitrij Medvegyev közös sajtótájékoztatóját megelőzően több bilaterális egyezményt is aláírtak a két ország illetékes miniszterei.